Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon köszönöm, köszönjük kollégáimmal együtt, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat. Jó Géza vagyok, az első magyar világtalálkozó egyik szóvivője. Én azt mondom, hogy igazán rendhagyó, különleges eseménynek lettünk a tanulmi, és ennek a rendezvénynek az ötletadója, gazdája, megálmodója, Pankarászló úr. ...2003-ban itt alakult meg ebben az épületben a Magyar Kultúra Alapítvány székházában a világklub. És aztán van egy másik ilyen nagy projekt, hogy ez a Kárpát-medence hungarikumai. Mind arról szólnak, hogy hogyan lehet a világba szétszélet magyarokat és a Kárpát-medence magyar értékeit egy közös kapcsolati hídon összekötni. Minden készen áll arra, hogy egy kellemes 4 napot töltsünk együtt, 8 helyszínen, több mint 100 programmal. Vegyük számon magyar értékeinket, legyen egy seregszemlélye ennek és a nemzetközi népszerűsítése. Négy nagyobb csoportra sorolnám a programokat, és utána néhányról részletesebben is lehet hallani. Lesznek a komolyabb, úgynevezett tartalmasabb rendezvények, konferenciák, előadások, ilyen a Magyarsághíd konferencia. A nyitónapon, június 30-án Magyar-Lengyel Barátságnapot tartunk, akkor adják Magyarország az Európai Uniós elnökségét Lengyelországnak. Magyarság ismereti Szabad Egyetem, Hungarikumok a Nagyvilágban konferencia, egészségkonferencia, ökumenikus istentisztelet, és hát lesz egy emlékműavatás is. Itt van mellettem egy kis prototípusa a szobornak, és itt van az alkotója is, ez egy 2,5 méter magas szoboralkotás lesz, Megmaradásunk címet viseli. A kulturális hagyományőrző műsorok a főtéren, a rendezvényparkban zajlanak, 4 napon át szinte, úgynevezett Csillagok-Csillagok Folklore Fesztivál keretében, határon túlról, Magyarországról, miután Ausztráliából is érkezik csoport. Aztán rendezünk egy ilyen eseményt Lakodalomban a mi utcánkban címmel, egy igazi falusi lakzi történetét éljük át, és zajlik le a színpadon. És a mennyasszony tánc az nem saját bevétel lesz, hanem a Megedés Általános Helyzetű Gyermekek büdzséjében megy egy támogatására megy, hiszen rendezünk egy karitatív jótékonysági konferenciát is. A szórakoztató műsornak a vezetője a Imrédi Péter, barátom, a Jefő Péter részéres, de elmondom, hogy a Demiér Ferenc, Patakerti Lak, Tamás Gábor, Svédországból, Keresztes Ildikó, Kormorán együttes, tehát szinte a legismertebb, legnevesebb együttesek, és érdekesen fognak föllépni. Magyarok világszépe versenyző külön lesz, majd Bonti József beszámol róla, de egy nagyon érdekes, nem is tudom, sporteseménynek nevezzenek, vagy minek nevezzenek, kertész felé állják föl, légy szíves. Nemzeti Lovagi Torna Bajnokságot rendezünk. Tehát egy ilyen 30 ezer négyzetméteres területen zajlana ez a program, és hát a másik helyszínek a római katolikus templomban istentisztelet, aztán a Vitorlás kikötő, Jalkikötő, ott is szervezünk programokat. Aztán a Szabadtéri Színházban 1000 fő előtt bemutatjuk Csárdás királynő nagyobb eredet, Tepülő van Győző és Tóth Éva.
Ide figyeljen, drága a taxis úr! Haza tudnak vinni? Igen, uram, mi lesz a cím? Ja, új, már könnyű. Úgy kell, se legyél, világnak világon. Száj, száj, sólyom száján. A nyitó rendezvényünknek a platánsoron épített nagy színpad adja a helyszínt. Üzenete az összetartozás, amelyet kifejezt az is, hogy a műsorban a Kárpát-medencéből mindenhonnan várunk fellépőket, és természetesen itthonról is, így felvidéki, délvidéki, kárpátaljai és erdélyi művészek és diákok is fellépnek majd. A mottója a hazának rendületlenül légy híved. Jelen lesz a Szent Korona, a történelmi zászlósor, a vármegyék címerei, lovasok, huszárok, tengerészek, lesz főpapi áldás és fohász, természetesen köszöntők, tehát mindenkit szeretettel válunk Palotollerjére, július 1-én, pénteken, 10 órára. Hát ide figyelj, Pistán, ne haragudj, az az igazság, hogy én hallom, hogy te tudsz egy kicsit utánozni engem, de ez így nem jó. Én úgy gondolom, egy világra szóló esemény, minden település büszke lehet rá. És mi is büszkék vagyunk, és óriási nagy öröm tölt el minden balatonlelei lakost, aki erről a rendezvényről már hallott, lázba van a város, és nagyon nagy szeretettel várunk minden kedves vendéget. Nekünk lesz egy találkatérünk is Balatonlellén, és hát ugye ez a találkatér mi másról szólna, mint a találkozási lehetőségekről. Ez a valiz. A találkatérnek a funkciója, missziója, célja nem is lehet más, mint a találkozás. De ez alkalommal a konkrét emberek, személyek közötti találkozás, tehát a külhoni és az anyaországbeli magyarok között, valamint a külhoni és külhoni magyarok között. Évek Magyarországon, kutatom a régi magyar konyhát és az erdélyi konyhát. Azt mondtam, hogy nagyon izgalmas, félvidék is lesz, délvidék, Kárpátaljáról is várunk jelenkezőket a konyhával. Azért tartotta fontosnak eljönni és ismertetni önöknek, önök előtt ezt a kedvezményt, mert a világtalálkozóra utazóknak szeretném, hogyha eszükbe jutna az is, hogy vonattal érdemes lenne eljutni a Balaton partjára. Ez a kedvezmény egy 50%-os alkalmi menettérti kedvezmény. Én a Duna-Gyöngye Szépítő és Szépségverseny versenyigazgatójaként részt vettem ilyen versenyeken, és hát azt hiszem, hogy a tapasztalatokat leszűrve szeretnénk egy olyan Magyarok Világszépe versenyt meghirdetni a magyar és magyar származású 18 és 28 éves hölgyek között a világ 6 kontinensébe, ami azt jelenti, hogy valahogy más szeretnénk csinálni, amit idáig láttunk és ismerünk a magyarországi szépségversenyekből. Elkészült a Magyarok Világszépe a honlapja a napokban. Már minden olyan információ rajta van, hogy jelöltek, helyszín, világtalálkozó, jelentkezés, stb. Minden.
20 fő jött csak a döntőbe, Erdélyből, európai országokból, Amerikai Egyesült Államokból, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Ausztrália, Új-Zéland, Kanada, Dél-Amerika, Ázsia és Afrika. Magát a programot már nagyjából összeállítottuk, ez azt jelenti, hogy július 1-én 18.30-tól 23 óráig lesz ez a rendezvény. Mi úgy gondoljuk, hogy nem konzervatív, hanem egy olyan szépségkirálynő választást szeretnénk, ami nem csak a magyar fiataloknak szól, hanem a világ minden népének, hogy így is lehet világversenyt szervezni, hogy megbecsüljük ezen a világversenyen keresztül a hölgyeket. Folyamatosan egy másik klip készítése, ami egyben a világtalálkozó himnusza is lesz. Felkértem Szentpéteri Silla zongora művészünket, aki szintén Szépség királynő volt még pár éve. Ő szalsza ritmusban, modern hangszerelőkben feldolgozta a Monti csárdást. Erre írtam egy magyar szöveget, ami a magyarságról szól, és eléggé magyarnak mondható. Ez soronként más-más magyar szállal fogjuk felénekeltetni. Körülbelül 30 előadó fog ezt a dalt előadni. Ennek a klipnek a felvételei már folyamatban vannak. Szívünk a nagyvilágot így karolja át, hívunk, csak hall meg már az új idők szavát. Bárhol hazádon kívül nincs számodra hely, csábító énekünkre szíveddel felelj. De most nézzük meg azt a csalogató klipet, ami a lányoknak szól, aminek alapján majd remélhetően nagyon sokan neveznek nem csak Magyarországon, hanem Ausztráliából, Kanadáig, minden országból, ahol megkérdezik ezt a versenyt. And then, looking at